Én megkérem a államtitkár asszony, hogy a szalagátvágás előtt méltassa a szennyvíztisztító telep jelentőségét, és annak szükségességét, hogy környezetünk védelme érdekében milyen nagy jelentősége van a szennyvíztisztításnak, a lakó településről lévő elvezetésének. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Ígérem, hogy rendkívül rövid leszek, mert elég hűvös van. Képviselő asszony, képviselő úr, elnök úr, polgármester urak. Én örömmel jöttem ma ide, és örömmel vállaltam el, amikor a képviselő asszony és a képviselő úr felkért arra, hogy Újkígyós szennyvíz telepének az átadásán vegyek részt, hiszen azt hiszem minden egyes településnek nagy esemény az életében az, amikor az infrastruktúra fejlesztésében egy-egy állomásra elér. Akkor, amikor a kocsiban idefele jöttem és elolvastam Újkígyós történetéről ezt az új kiadványukat, örömmel láttam abban, hogy nem egy újdonság ez a település életében, hiszen 150 évvel ezelőtt már az újkígyósi rendszabályokban szerepelt a környezetvédelme és a település tisztasága. Én azt hiszem, hogy ez a hagyomány folytatódott azzal, hogy ma ennek a szennyvízteletnek az átadása megtörténik, ami a települések, a területfejlesztési tanács összefogásával jöhetett létre, hiszen a területfejlesztési tanács az elmúlt évben a döntései elsők között döntött arról, hogy 58 millió forinttal támogatja ennek a telepnek a létrehozását. Én azt gondolom, hogy környezetvédelmi és területfejlesztési szempontból is fontos állomás, hiszen megmutatja annak a lehetőségét, hogy együttesen központi támogatással, a megye támogatásával és természetesen az itt élő polgárok és az önkormányzatok hozzájárulásával egy-egy ilyen fejlesztés végrehajtható. Én azt hiszem, hogy nem kerülhetem most meg, hiszen ez egy állomás, tehát ennek folytatása is kell, hogy legyen ennek a szennyvíztisztító telep építésének, hiszen a két település elhatározta azt, és a lakosság mintegy 70%-ának a támogatásával történne meg a csatornahálózat kiépítése, és én azt hiszem, hogy ez egy fontos következmény, hogy ez megtörténjen, hiszen ami az Európai Unióhoz kívánunk csatlakozni, és itt nem Magyarország egyes részei, hanem az egész ország kíván az Európai Unióhoz csatlakozni, akkor én azt gondolom, hogy település nagyságtól függetlenül kell megteremtenünk azt az infrastruktúrát, ami egy európai stílusú életvitelhez szükséges. Én szívből gratulálok a polgármester uraknak, a képviselőtestületnek, és természetesen nem utolsó sorban az itt élő lakosságnak ahhoz az áldozatvállaláshoz, amit e tekintetben tettek. Én arra ígéretet tehetek, hogy az elkövetkező években a hasonló beruházásokat természetesen a párt akár környezetvédelmi, akár területfejlesztési szempontból is támogatni fogja lehetőségeihez mérten. Ehhez a megfelelő jogszabályi hátteret, én úgy gondolom, hogy az elmúlt év végén a 97-es költségvetés megszavazásakor megteremtettük, és én úgy gondolom, hogy a megyei területfejlesztési tanács, a megye, a települések és a tárca összefogásával tovább fogjuk tudni ezt folytatni. És én bízom benne, hogy az elkövetkező években hasonló eseményekre sor fog még kerülni, és én kívánok erre az évre is és az elkövetkezőkre is önöknek nagyon jó erőt és egészséget, és természetesen azt, hogy élvezzék azt, amit önmaguknak és mindannyiunknak megteremtettünk. És szeretném ezzel önöknek átadni használatra. Van a másik oldalán olyan ízet? Pecsét? Jó, csak azt hittem van a másik oldalán pecsét, úgyhogy használják egészségét. Az ollót is visszaadom, nem? Thank you.
9000. Tehát ha kijönne egy 500 köbméter szennyvíz naponta, akkor már nem lenne csak 50 forint a fajlagot költség. Kérdeznénk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy politikai államtitkár milyen feladatokat ró önre? Hát ezt elég nehéz megfogalmazni, mert tulajdonképpen a miniszterek és az államtitkárok jogállásáról szóló jogszabály azt mondja, hogy a politikai államtitkár ugye a miniszter helyettese és a minisztert helyettesíti. Gyakorlatilag a feladatom a parlamenti képviselet, a miniszter úrnak a parlamenti helyettesítése, de természetesen ezzel együtt a közigazgatási államtitkárétól eltérően valamennyi a tárcát érintő és a miniszter úrat akár kormányülésen, gazdasági kabinetülén történő helyettesítése engem illet, és a parlamentben csak egyedül én helyettesíthetem. Ugye ezért ez időnként hosszú-hosszú ott üléseket jelent számomra, eddig az egyéni csúcsom 8,5 óra egyfolytában ülés a parlamentbe, azt hiszem két ilyen 5 perces szünettel. Kicsit én úgy érzékelem, és azt hiszem a 94-es választásokra egy kicsit visszanyúlok, akkor ugye sok vita volt arról, hogy politikai államtitkárnak vagy parlamenti államtitkárnak hívják ezt a státuszt. Én megvallom őszintén, hogy kicsit idegenkedem a politikai államtitkári, mert mindenkinek egy picit a rossz érzése támad, hogy ettől a politikai megjelöléstől. Én magam egyébként jogász vagyok, és van egy humánökológus másoddiplomám. Kicsit úgy érzem, hogy talán szakmabéli is vagyok, és szívesen teszem azt, amit teszem, és igyekszem, hogyha lehet a környezet ügyeit, területfejlesztési ügyeit nem politikai sztaniolba csomagolva, hanem a tényleges helyzetnek megfelelően megjeleníteni. Ezért elmondhatom azt is, és azt gondolom, hogy valamennyi pártban elég sok a környezetért aggódó emberrel találkozom, de ennél sokkal fontosabb számomra Magyarországnak az a 10 millió polgára, aki a környezetért aggódik, és pontosan ezért is megyek szívesen az ország bármely vidékére. És nekem a vidék nem is pejoratív, hiszen jó magam sem budapesti vagyok, hanem Pécset élek ma is, családom félig meddig ott van, így hétvégeken ingázom, és Baranya 2. számú választókörzetének vagyok az országgyűlési képviselője is egyben, úgyhogy tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy két minőségben ülök mindig ott a parlamentben, tehát egyrészt mint államtitkár, és egyrészt mint Baranya képviselője. Hogyan lehet a család élettel összeegyeztetni ezt a tengernyi feladatot? Hát talán nem mondom azt, hogy szerencsére, de ebben az esetben egy picit talán mondhatom, gyermekem nincs. Van egy neveletlen férjem, aki nekem rendkívül sokat segít, és függetlenül attól, hogy édesanyjának egy szem gyermeke, a férjem ő nem nagyon szokott azelőtt házi munkát végezni. Múltkor egyszer meghívtak egy talk show-ba, és megkérdezték tőlem, hogy és a férjem hogy viseli. És hát az elmúlt 2,5 év alatt rendkívül jól megtanult főzni, mos, takarít. És erre szoktam mondani, hogy azt hiszem, hogy kiváló politikus feleség lett belőle. Ez valóban nagyszerű, és azt hiszem, hogy példát adhat minden egyes férfinak. Mit tud ön Szabad Kígyósról, és úgy Kígyósról erről a térségről? Hát én készültem, mielőtt jöttem, ugyanis szeretek úgy elmenni egy-egy térségbe, hogyha tudom azt, hogy egyáltalán az ott élő polgárok milyen körülmények között élnek, és egyáltalán mi az, ami foglalkoztatja őket. Polgármester úr új Kígyósról küldött számomra egy a település életét összefoglaló legújabb kiadványukat,
amiben talózva örömmel láttam, hogy 150 évvel ezelőtt már az 1845-48 közötti időszakban úgynevezett rendszabályokat alakítottak ki itt a környéken, ahol már szerepelt a környezetvédelem, mint rendszabály. Ez rettentően tetszett nekem, hiszen azt hiszem, hogy kevés település mondhatja ezt magáénak. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fejlett érzékre van az itt élő polgárok részéről. Egyébként nagyon sokat hallottam már ezekről a településekről, és néhány térségbeli településről, Megyesegyházáról is a képviselőtársaimtól, mert én megvallom őszintén, hogy ők azért talán fogalmazhatnék úgy is, hogy nyakamra járnak hetenként, és ők is rendkívül sokat tesznek és lobbiznak azért, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amelyek itt akár a képviselőtestületekben, akár a lakosságban megfogalmazódnak, hogy azok megvalósulásra kerüljenek. Ezért fontos volt számomra, hogy az ország keleti részében tényleg egy szennyvíztisztító telep átadására kerülhetett sor. Én csak azzal tudok elköszönni mindenkitől, hogy talán együttes erőfeszítéssel ennek folytatása is következhet, és talán mindannyian meg tudjuk tenni akár a környezetünkért, természetünkért, azokat a saját életünkből is, ami azt hiszem, hogy egy talán fontosabb és tisztább jövőképhez vezet bennünket. Köszönjük és tisztelettel elvárjuk, hiszen kastélyparkunk és még nagyon sok tennivalónk van. Én nagyon köszönöm a meghívást, szívesen fogok visszajönni, hogyha időm engedi, bár mondjuk a napi 24 órából 18 az többnyire elfoglalt, de én tényleg nagyon szívesen megyek az ország bármelyik településére. Számomra rendkívül fontos az, és fontosak azok a találkozások, amik adott esetben lehetőséget biztosítanak egy picit a polgárokkal történő találkozásra is, hiszen én úgy gondolom, hogy számomra akár a parlamenti, akár a minisztériumi munkába csak az állampolgárok, csak az önkormányzatok tudnak muníciót adni ahhoz, hogy úgy mondjam, ne váljak kellőképpen csőlátóvá, tehát egy picit az ő érdekükbe is tudjak tenni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és engedje meg, hogy a szabadkigyosi polgármester is átnyújtsa ennek a községről szóló könyvet. Mi ugye nem 200 évesek vagyunk, de a Venkely kastélyról készült egy nagyon szép könyvünk, fogadhatunk nagy szeretettel, 47 éve lett önálló Újkígyóspól Szabadkígyós, és itt a hátam mögött nem látszik, de lányaink, asszonyink ilyen kézi munkát nagy szeretettel átadnak. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, köszönöm szépen a kedvességét. És hát, ha hazafele tetszik, majd menne, akkor átlapozza az államtitkár asszony, és akkor mi rólunk is lesz egy kis közelebb kérde. Természetesen arról tudtam, hogy a Weinheim kastély itt van, és éppen említettem, hogy kicsit kötődik hozzám is, hiszen a volt tulajdonosa, a pécsi sörgyárnak is a tulajdonosa, így személyes ismerettség is fűz Lenken bár úrhoz. Én azt hiszem, hogy ez még további lehetőség számomra, vele esetleg egy személyes találkozás kapcsán elbeszélgetni. Én nem akartam, tehát 12-t nézem, elengedjük az államtitkár asszonyt, annyit mondjak, hogy szervezünk egy Venkei világ találkozót, és örömmel vették a gróf úr, a Venke István és a Stefán is, és a László is Argentinában él. Igen. Ezzel visszatérünk később. Köszönöm szépen, én nagyon köszönöm a meghívást. Én is köszönöm, és további jó munkát kívánok. Öröm mind a két község számára, hiszen a mai napon átadásra került a szennyvíztisztító telep. Bozzó Imre polgármesterrel és Hoc István polgármesterrel a kezdetekről beszélünk. Bozzó úr, mikor, hogyan kezdődött el a tisztítómű építésének a gondolata? 1993 tavaszán merült fel a gondolat, hogy Újkígyóson a keletkező szennyvízzel valamit kezdeni kell, hisz az ürítő telep, ami csak ürítő telepként működött, az 91-ben lett beüzemelve, és 94. május 31-ig lett időszakos üzemelési engedély biztosítva számunkra. És 93 tavaszán gondolkodtunk azon, hogy ha az üzemelési engedély lejár, működik, és akkor hogyan tovább. Megkerestük Gyulán a Környezetvédelmi Felügyelőséget és a Vízigazgatóságot, és akkor merült fel a gondolat, hogy szennyvíztisztító telep építésével kell foglalkoznunk, hogy a Újkígyóson keletkező szennyvizet el tudjuk helyezni és ártalmatlanítani. 94-ben elindultak a pályázati lehetőségek, és akkor a kezdeti stádiumban a Duplesz Kft. Kapott megbízást a tanulmányterv elkészítésére, és ő kereste a lehetőséget arra,
hogy hogyan lehetne egy regionálisan kezelni a tisztítótelep építését. A környezetvédelmi felügyelőségnél és a vízigazgatóságnál azt a információt kapta, hogy Szabadkígyóst be kellene vonni a szennyvíz tisztítótelep építésében, mert Szabadkígyós közigazgatás területén helyet kijelölni tisztítótelep építésére nem lehetséges, hisz befogadási lehetőség sincs a tisztított szennyvíz elvezetésére. Akkor a képviselő testület úgy határozott, hogy a Szabadkígyóst megkéri, hogy csatlakozzon az elképzeléshez, és közös beruházásként valósuljon meg a telep. Ez egyik oldalt olyan pozitív jelenséget adott Szabadkígyós számára is, hogy van egy egyharmados tulajdonú ingatlan tulajdona, és biztosított a szennyvíz elhelyezése, később a csatornán keresztül lévő szennyvíz rávezetése. Másodszorban pedig megoldott Szabadkígyó számára is a szennyvíz, a keletkezett szennyvíz biztos elhelyezése, nem külön önállóan kell létesíteni szennyvíztisztító telepet. Én azt hiszem, hogy ez eredményesen alakult, és a két település közös beruházásaként a mai napon ünnepelhetjük a szennyvíztisztító telep megvalósulását és megépítését. Szabadkígyós község lakói azt hiszem pozitívan álltak hozzá már a pályáztatásnál. Hogyan történt a testület, illetve a tagok munkája? Mi volt szükséges ahhoz, hogy a két község együtt dolgozzon, polgármester úr? Tudjuk, ez a megkeresés, ugye megtörtént, az az elmúlt ciklus volt, hogy ott egy elviállás foglalást hozott akkor a testület. Ott a gyakorlati munka az 95 tavasszán indult meg, amikor ugye el volt fogadva a terv, és a döntött a két testület abban, hogy együtt megyünk, és akkor ugye adtunk be a pályázatot. Hát természetesen ugye nagyon sokszor elmondtuk már, hogy ehhez csak pozitívan lehet hozzáállni. Elmondta a Bozó polgármester, hogy nekünk mi a lehetőségünk a szennyvíz elhelyezésre. Tehát öngyilkosság lett volna, hogyha nem csatlakozunk ehhez, mert nekünk nincs lehetőségünk, illetve a költség is másképp alakulna. Tehát megtörtént a két testület határozata, tehát hogy közösen beadtuk a pályázatot, hál' Istennek ezt a pályázatot megnyertük, és sikerült a mai célpontig eljutni. Hát persze sok apró lépés volt, amiről már ugye korábban is ugye az államtitkárasszony, illetve hát a sajtófogadáson is hát tájékoztatom, hogy a lakosság fog látni, az most amikor szagyni beszéljek arról, mert csak az időhúzás lenne. Mennyiben terelte ez meg a lakosság, illetve az önkormányzat költségvetését, vagy sikerült minden pályázatból megoldani? Hát a lakosságit, a tisztítom, a lakosságit semmit. De az is el lehet mondani örömre, hogy az önkormányzat se, hát ez gyakorlatilag végez a lakosságé. Minimum, hát még nem tudjuk megmondani, hogy mennyi az a minimum, de nagyon kevésbe került pár millióba, mert a központi forrásokból sikerült annyi alapot összeszedni, hogy nagyon kevéssel meg tudjuk oldani. Tehát én most egy hónapja működik a telep, a próbaüzemnek a költsége is benne van ebbe a költségbe, végleges számot akkor tudom mondani, amikor befejeződik a próbaüzem. Úgy mostanáig van 174-176 millió, ha én jól tudom a számokat, amiben eddig került ez a szennyvíz tisztító telep. Tehát eddig ez nem jelentett lényeges anyagi megterhelés se a lakosság, semmit az önkormányzatnak, mert nagyon keveset.